Január 1-től kérhetik az egyszerűsített honosítási eljárást a határon túli magyarok a magyar állampolgárság megszerzéséhez. Az eljárás lényege, hogy időben lerövidül, a szükséges okiratokat tekintve egyszerűbbé válik az állampolgárság megszerzése. Emiatt az olyan határmenti településen, mint Sátoraljaújhely egyre többen igénylik a kérelmet. A városunkban körülbelül olyan 65-70 kérelmet adtunk ki, nyomtatványt, tehát maga a nyomtatványkérelmet, akik jelezték felénk, hogy ők itt szeretnék Sátoraljaújhelyen elindítani a honosítási eljárást. Az állampolgárság megszerzésének a feltételei közé tartozik, hogy az adott személy vagy felmenője magyar állampolgár volt, vagy legalábbis valószínűsíthetően magyar származású. Szükséges a büntetlen előélet, a magyar nyelvtudást pedig az anyakönyvvezető egy személyes beszélgetés során igazolja. A kérelmezők a kérelmet itt nyújtják be. Mi számítógépen, ha minden irat rendben van, és minden, ami ehhez a kérelemhez kell, csatolva van, akkor mi számítógépen rögzítjük, ez azonnal a bevándorlási és állampolgársági hivatalnál megjelenik, továbbítjuk a kérelmet, és körülbelül 5-6 hónap múlva várhatnak eredményt, tehát választ. Ádám László Csabáné anyakönyvvezető elmondta, hogy január óta folyamatos a kérelmek benyújtása, ez több okra is visszavezethető. Olyanok is vannak ezek között, a kérelmezők között, akik Magyarországon élnek, már most is itt dolgoznak, itt telepedtek le, tehát ezért kérik a magyar állampolgárságot, a kint lévők pedig szerintem a határon túliak meg nagyon várták ezt, és nagyon nagy öröm számukra, hogy ezt megtehetik, mert olyan sok érdeklődő volt már a tavalyi évben, hogy január 3-án az első munkanapon már legalább 10 kérelmet adtunk ki, és számukra ez egy nagyon nagy dolog. A magyar származás igazolásánál fontos, hogy a családi kapcsolat, azaz a leszármazás végig követhető legyen. Tulajdonképpen nagyon sok olyan kérelmezőnk van, akinek a család tagjai már Sátoraljaújhelyen dolgoznak, a környező országokból, és nekik és magyar állampolgárságot szereztek, és az ő családtagjaik is itt szeretnék Sátoraljaújhelyen beadni a kérelmüket, úgyhogy ilyen sok van. A közigazgatási és igazságügyi miniszter előterjesztése alapján a kérelemről a köztársasági elnök dönt.